Orbán Viktor tartotta az idei év első kormányinfóját, vagyis a csütörtökönként esedékes kormányzati sajtótájékoztatót. Kérdezni lehetett a miniszterelnöktől, rengeteg téma szóba került, ezek közül emelünk ki néhányat, de aki kíváncsi az összes kérdés válaszra, ide kattintva megtalálja őket. Elárulta, mi a baja pontosan Soros Györggyel, az történt, hogy amikor a migráció elviselhetetlenné vált, 5 pontos javaslatot hoztam nyilvánosságra, ezt követte Soros 6 pontos javaslat csomagja, azaz a Soros terv, egy bevándorláspárti nyilatkozat. Ezzel éleződött a konfliktus. Én nem voltam hajlandó folytatni a Magyarországot vereségre ítélő harcmodort. Mi átláthatóak vagyunk, az ellenfél pedig a víz alatt van, ezt nem engedhettük, mondta Orbán. Tudtuk, hogy ennek megfizetjük az árát, de a vitát nem fogjuk megnyerni, csak ha felszínre hozzuk ellenfelünket, jelentette ki. A Soros György által finanszírozott szervezetek vagy a migrációval kapcsolatos közhangulat, vagy maga a bevándorlás alakításában részt vesznek. Ekkor neveztem meg Soros Györgyöt, de a fentiekkel kapcsolatos tevékenységét ő sosem tagadta, mondta a miniszterelnök. A témában elmondta, még kártékonynak tartom, hogy ellenfeleink Soros származására utalgatnak. Soros magyar ember, vele van viták, semmi köze ehhez a származásának az egységes ellenzéki epélista. Orbán erről azt mondta, nem azért állít, hogy az ellenzéket gyepálja, de a közös listával az ellenzék saját sírját ássa, és neki nem kötelessége ezt megakadályozni. A Mészáros Lőrinccel, illetve a saját családja helyzetével kapcsolatos kérdésre válaszolva így fogalmazott. Senki sem áll a törvények felett, Magyarországon vizsgálatot leállítani nem lehet, ha ön ezt gondolja, téved. Én pedig nem foglalkozom továbbra sem üzleti ügyekkel. Minden uniós forint olyan, melyre bárki pályázhat, tegyék hát ezt. Vegyenek részt minél többen a versenyben. Mészáros Lőrinc vagyonosodásával kapcsolatban is azt mondta, nem hajlandó beleprovokálni magát üzleti kérdésekbe. Azzal kapcsolatban, hogy a Forbes listáján Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, azt mondta, hogy ő csak kuncogni szokott az ilyen listákon, ezeket nem szabad komolyan venni, az emberek azért fizetnek, hogy felkerüljenek, illetve, hogy ne kerüljenek fel.